Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most egy vallomással tartozom, ez a műfaj már, mint a fehérvári beszélgetések, rendkívül szubjektív. Vendégeim közéleti szereplők, de én azt gondolom, hogy a szerencsések közé tartozom, hiszen úgymond rossz emberrel, megosztó személyiséggel ritkán találkozom, vagy alig-alig, hiszen, ahogy mondtam, jó szerencse vezérel a mindennapjaimon, és csupa választott hivatásában kiváló emberrel hoz össze a sors, tehát nekem nem kell jó embert keresnem. Vendégem pedig egy színész, ennek megfelelően, aki színészetében színészként és emberként is karakter, és megfelel a fenti kritériumoknak. Richard Kamil, szervusz! Tiszteletem is! Üdvözlök mindenkit! No, hát nagyon sok mindenről kell beszélgetnünk. Először is talán arról, hogy az alai végeken. Vegyük úgy, hogy az első szín az legyen az, hogy az alaszentgróti kisrác eszmélése. Hú, a legkönnyebb választod az lenne, ilyenkor nem emlékszem, de azt mondja, hát, ezt, nem tudom, tehát magát az eszmélést. Hát azt én igazából ilyen 13-14 éves koromra lakom, amikor az eszmélés már, ráadásul én pont akkor voltam 13-14-89-ben, tehát 88-89, tehát lényegében... Amikor szoktunk erről beszélgetni, úgy szoktam fogalmazni, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, akik még az előző rendszerbe szocializálódnak általános iskolásként, de már van némi véleményünk, amikor jön a rendszerváltás. Tehát, hogy akkor kezd az ember tudatra ébredni, ugye 13-14 évesen. Tehát az rendszerváltás, és akkor, viszont akkor én elkerülök Sopronba, az alai végekről középiskolába. Tehát, de hát természetesen hétvége az otthon, elég sokáig, még jó 3-4 évig. Hát olyan. Az általános iskola az akkor, hát most mit mondjak, én is éltem egy vidéki kisváros, bármelyik normális általános iskolásának az életét. Elmentem iskolába, napközi, aztán utána meg hogyan? Barangolás, foci. Hát igazából foci. Tehát a táska ledob, és akkor vacsorára haza. Mert ugye az ember szülei, mindenkinek, aki akkor élt, az mondjuk, gondolom, most sincs azért másképp, dolgoztak. Tehát, hogy lényegében az ember kulcsol a nyakába, meg igazából nem nagyon tudták, hol vagyunk, de nagyon nem lehet Zalaszentgróton elveszni. Olvasom, hogy a művészet úgy érintett meg, hogy édesapád muzsikus volt, a nevelő apád pedig mozis. Ez igen. Egy nagyon jó történet. Igen, igen. Hát meg ugye anyukámat se adjuk ki, mert közben meg a anyámnak van leginkább indítatása elfele. Tehát, hogy az én anyám az egy humán beállítottságú fiatal asszony volt, aki kornak megfelelően nagyon, tehát fiatalon férhezett, és lett három gyereke. Ugye kettő a vérszerinti apámtól, és ugye a nevelő apámtól is az öcsém. És ő nem lett tanár, mert szokásos történet, tehát a 3,1-es átlagú pártitkár gyerekét fölvették Szombathelyre, őt a 4,2-vel nem a tanárképzőbe, és annyira megsértődött, hogy nem is próbálta meg többször, ezért az osztálytársai folyamatosan mondják neki, mert ez az Eger-Szegiz Rizvarit gimnázium, és mindenki orvos lett, meg rendőrfő, meg amit akarsz abból az osztályból. És hát annyinak van ez a humán beállítottsága, és egyébként meg egészségügyi dolgozó lett, tehát egy tök más pályát futott be. És ugye az apám az meg muzsikus, hegedűsként indult fiatal korában, klasszikus hegedűsként. Ketten voltak Gellénháza nevű faluból, akik hegedültek. Állítólag ő volt a tehetséges, a másik a New Yorki filharmonikusoknál fejezte be a pályafutását. Aztán ő dobos lett. Hát bárzenész, hát most hogy mondjam, tehát aki a Lacit, a Laci bácsit ismeri Székesfehérváron, az zongoristát, az a generáció is, tehát egy hasonló, csak ugye a Laci előbb abba hagyta azokat az éjszakai dolgokat, amiket ő azért van meg máig. Lényegében abból a zenekarból, abból az egerszegi zenekarból talán ketten élnek. A Tóth János Rudolf, akit a Hobóból lehet ismerni, meg most a Magyar Atom, meg ilyenek, és a Dörge, szaxofonos, ők ketten, mindenki más meghalt, Tunyogi Peti, P-mobil, stb. Srácként, ugye erdészeti technikumba kerültél Sopronba. Igen.
vonzott az erdészet? Hát azt nem tudom. Ez nagyon furcsa, hogy szerintem ez... Én nem tudom, én azt nagyon irigylem azt a 13 éves embert, aki el tudja dönteni, hogy mit szeretne az életével kezdeni. Én oda jelentkeztem valamilyen oknál fogva, gyerekkori barátommal, ketten, őt is felvették, osztálytársak is voltunk, óvodától kezdve végig, és egyébként ő se lett erdész, tehát meg tanárember lett. Nem tudom, tehát oda keveredtem valahogy, és soha nem bántam meg. Dob, gitár, színjátszókör. Egymást követték átfedésben természetesen. Melyik jött először? Igazából hát majdnem egyszerre. De a zene az előbb volt, mert mondjuk jártam zeneiskolába 3 évet. Aztán valami oknál fogva ott is tévesztettem, és klarinétozni akartam megtanulni. Ezt ember nem tudja máig, hogy miért. És aki tanárom volt, az meglát, hogy az életben nem lesz belőlem fúvós. Tehát Dezső is mondta, hogy hamis az a géang, még fújt egy kicsit, majd visszajött óra végén, hogy hazamehetsz. Most ebből az lett, hogy az anyám fél éves vizsga előtt megtudta, hogy én már fél éve nem járok zeneiskolába, de elmentem a napkeziből minden nap. Tehát nem voltam egy egyszerű gyerek. Tehát volt az a zene általános iskába, aztán mondjuk mondtam verset, de ott meg egy versmondó versenyen annyira megsértődtem, hogy azt nem mondtam utána nagyon sokáig, mert szerintem azt nekem kellett volna megnyerni, de mivel, hogy racsoltam, tehát nem kicsit, hanem ez a, tehát az R betű helyett V betű, tehát vakéta és stb. Már nem tudom már úgy csinálni, mert nagyon örülnék, ha tudnám, de nem tudom. És akkor én megsértődtem, viszont a napközis tanárnőm az Aranka néni elküldött logopédushoz, ami aztán főleg ciki volt. Tehát ültem ott az óvodásokkal a logopédusnál. Tehát aztán később azt hittem, hogy ezt letudtam, és 19 évesen, amikor bekerültem a színházba, akkor mondták, hogy itt a logopédus, és akkor köszönjük szépen. Hogy jött a gitár? Tehetséges voltál egyébként? Tehát most a mai fejeddel azért már ez megítélhető. Ja, a zene? A zenében, illetve a színjátszásban. Zenében ugye én akkor nem gitároztam. Tehát azt mondjuk, azt ki kell, én mostanában gitározok, tehát én ütőhangszereztem, akkor jazz dobolt, tehát doboltam, és nagyon sokáig doboltam, és amikor 19 évesen felvettek a színházba, akkor hagytam abba. Tehát ha nem vesznek fel engem Egerszegre a színházba, akkor én valószínűleg dobolok tovább, és megyek Pestre jazz dobosnak tanulni. És akkor még voltam is valamilyen szinten egyébként. Aztán az elmúlt, ugye már jött a színház, hát tehetséges. Nem tudom miatt. Mi a tehetség? Mit lehetett megtanulni a Színi Akadémián? A Nádasdi Színi Akadémián? Tehát kudarcként élted meg nyilván bizonyos értelemben, hogy a főiskolára nem vettek fel. Képzeld, de nem. Nem? Nem, mert nem volt idő ilyenekre, hogy kudarcnak éljünk meg valamit. Meg akkor még ez 94-be vesznek fel engem, tehát az egy más időszak, igazából ugye nincsen nagyon, ugye akkor még a Kaposvári Egyetem sincsen, csak a Színház és Filmművészeti, akkor még főiskola, így van, és ugye volt a Nemzetinek egy színészképző stúdiója, Békés Csabának volt egy ilyen iskolája, meg Egerszegnek ugye ezt a RUSZ-t alapította, amikor csinálta a színházat 83-ba, és utána, amikor már mi voltunk, akkor olyas körül indult a Gornagy, talán. De ezt most én nem tudom. De ez nem nagyon volt. És kvázi az egy elismert suli volt. Tehát, azt így ugyanúgy volt a kóráink, mint a főiskolára jártunk volna. Annyival volt kicsit macerása. Persze mondjuk mindegy. Tehát, hogy fele tudja. Most aki meg főiskolára járt, az meg nagyon függött attól, hogy kinek az osztályába került. Tehát ezt meg a kollégáktól tudom, akik oda jártak mondjuk velem párhuzamosan. De ugyanúgy volt a kóráink, csak mi kapásból játszottunk a színházba. Tehát, hogy oda kerültünk, egyből beraktak minket valami darabba. Tehát, hogy mindegy kvázi csoportos szereplő is működtünk, de nekünk reggel mozgásóra volt, és akkor két próba között színészmesterségóra, zenészmesterségóra, mozgásóra, és még este előadás vagy próba után még mindig órák voltak. Tehát lényegében mi reggel 8:30-tól éjfélig el voltunk. De ugyanilyen a főiskola is ilyen szempontból. Tehát egy egész fiatalt
követelt meg. Egy interjúban felsoroltál 8-10 nevet is, akik ott oktattak. Ez azt jelenti, hogy annyira hatással volt rád a mai napig is, annyi mindent kaptál tőlük, hogy az egyszerűen feledhetetlen? Hát igen, mert az tehát most ezt a Ruszt mondta annak idején, és ezt én így is érzem, hogy ez így van, hogy a magyar színház történet az nem rendező történet, hanem színész történet. Na most a színészmesterség öröklődik, így úgy amúgy. És igazából akik a főiskolán végeznek, azok is azt mondják, hogy ott az ember kap egy... Na, most a színművészeti főiskola annyival jobb, vagy előnyösebb, hogy az egy iskola, tehát annak van egy rendszere. Az iskola ugye nem arra való, hogy azt kell csinálni, hanem az egy pont, amitől el lehet távolodni aztán. Na most, ha nincs valami, akkor nem lesz semmi, tehát a semmihez képest nem lehet csinálni semmit. Na most ez egyfajta iskola volt, és a tanárok azok persze, hát ugye Farkasigi, ott lévő nagyon jó színészek, Faragó Topi az Operett Színházban van, ugye neki volt a zenés mesterség tanárom, Ecsedi Erzsit a fehérvári nézőknek, amikor oda kerültem, volt a színész mesterség. Aztán ehhez jöttek a rendezők, tehát akkor most így, hát Tucsni Andri is, de Balogh Tamás, tehát mondjuk Tamás, mint Berstan, az egy nagyon vicces óra volt. Tehát híve van a pályádnak ebben az értelemben, hiszen több mint egy évtizedet töltöttél, ugye? 16 év. 16-ot, jóval több mint egy évtizedet, és ugye elkönyveltek téged karakterszínésznek, és ez nem baj. Nem, hát most. Sőt, én azt gondolom, hogy annyira sokszínű a világ, már mint a drámairodalom, olyan karakterekkel, hogy az jószelivel megszámlálhatatlanul sok, amit rád szabtak tulajdonképpen. Tehát ez is jelzi, hogy nem azért, mert itt vagy, hogy a tehetséget kibontakozhatott karakterszínészként is. Igen, meg az, tehát egy vidéki színház és az egerszegi, aztán hogy oda kerülnek, az egy meghatározó dolog, azt azért ne hagyjuk ki, hogy amikor én ezt a 3 éves sulit csinálom, akkor még ugye az Imre, az Halasi az igazgató, és a végére oda kerül a Bereményi Géza, Bagó Berci, tehát lesz egy teljesen más. Tehát még ő visszatért a színház, hála Istennek, ahhoz a vonalhoz, amiért a Ruszt azt alapította, azt a színházat. És egyébként furcsa módon, de ezzel például jött a Ruszt is. Tehát, hogy én... Tehát most mondják, hogy nem jártam főiskolára, igen, de dolgoztam a Ruszttal, Gálfi Lacival ugyanúgy, aki tanított, tehát tehát nekem megvolt az iskolám, csak nem úgy. Így van. Tehát meg, de akár most a Taubot is mondhatnám, aki szintén rendezett, és egyébként abban pont nem voltam benne abban az előadásban, de emlékszem, hogy ültem a büfébe, és a Taubi János leült a teraszra, mint a mi világéletünkben ismertük volna egymást, és neki járt mesélni, és amikor azt csinálod, hogy de Ruszt ugyanezt. Tehát ott neki ott kellett ülni mellette, és ő meg úgy tanított, hogy de ezt bárki, aki dolgozott vele, tudja mondani, hogy egyrészt szerette a közönség van, tehát úgy próbál, de azt mind úgy, hogy mondott egy instrukciót, és akkor odajött a széksorok között, na figyelj, kisfiam, ezt azért kell így csinálni, mert de közben tanított. Tehát otthon lettél elismert színész, és másfél évtized után úgy döntöttél, hogy itt az ideje a váltásnak. Erről fogunk beszélgetni, hogy vajon miért történik ez így, hogy valaki az otthonától távol keresi a boldogulást színészként, de előtte azért nyilvánvaló, hogy azért van itt ez a gitárkedves nézőink, hogy megszólaljon. Akkor kérlek szépen, hogy játsz nekünk. Jó, valamit. Megpróbálok. Most ezt ugye, sörakom a kalapot, nem tudok gitározni, legalább úgy nézzek ki. És ezek csak annyit így előjáróban most így, hogy gitározok, tehát hogy lehet, hogy nem lesz jó, mert lehet, hogy félre fogok valami, de azon kell törődni, hogy ez a hangszer igazából ugye azért lett, mert kellett zenét csinálnom egy ilyen olyan előadáshoz, és kellett egy dallam hangszer, tehát ugye kongákon annyira nem vagyok jó, hogy tudjak bármiféle dolgokat írni, meg ugye dalszöveket is könnyebb úgy írni, ezt meg így szoktam néha. Na, szóval ez egy kvázi saját szerzemény, ami Nagy Peti szereti, úgyhogy lehet, hogy jó. Na, csinálunk egy előkét neki. Thank you.
maradj még egy kis bor, maradj még, az nem lehet, így nem lehet, hogy csak én nélküled, mert ha már vége van, kell egy tánc, pont olyan, mint mikor ott veled, semmi más a két szemed, a két kezed, ahogy fogom, és jól esik, hogy nem tudom, meddig tart majd a láz, s körbe tánc a többi száz, ott forog körbe, mint szokott közönnyel, rendszerint sok egy között, pár vagyunk, szédülünk, fordulunk. Tarirarám, 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 tarirarám. Este van, lámpa ég, egy kis bor, maradt még, én nem tudom, hogy lehet, hogy csak így nélküled. Szobába be, céltalan, volt egy tánc, vége van, utcára ki, szűk a ház, s körbe tánc a többi száz, velem forog, körbe mint, szokott közönnyel, rendszerint fordulunk, szédülök, sok száz között eltűnök. Tarirarám, tararam, tarirarám, 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 tararam, tarirarám. Köszönöm szépen. Ilyesmi. No, igen. Nem csodálom, hogy a Nagy Petinek tetszik. Remek szöveg. Ezt a ilyen, hogyan mondjam, de jó, mert az a generáció vagy, aki mondjuk tudja, hogy mi az a költői sanzon. Igen. Na, hogy hát ugye Magyarországon ezt a, bocsánat, csak leveszem, a, hát ugye a Géza meg a Tamás kezdett el ugye ebben működni nagyon, egészen máshonnan jövőbe, de ez például, én ezt úgy csináltam már ezt a számot, hogy nagyon sok Jacques Brelt hallgattam előtte. Tehát Bereményi Gézáról és Cseh Tamásról beszélünk. Ja igen, bocsánat, igen. No. Igen. És ebben most pont nem volt egy név se. Ez a Géza mondta mindig, hogy figyelj, te dalszöveget írsz, legyen benne egy név. A név az azért jó, mert biztos, aki hallgatja, annak van olyan ismerőse valahol. Csak olyan, mint ha róla szólna. Na, ott tartottunk, hogy úgy döntöttél, hogy szabadúszó leszel. Ahogy nézegettem, ugye Nyíregyháza, Pest, stb. Körülbelül annyit utaztál, mint mostanság Göttinger Pali, aki bejárja az egész országot. Tehát az ország egyik végből a másikba, mennyire volt ez furcsa? Tehát itt most nem a művészlétről kérdezlek szándékosan. Hogy lehet otthon találni ilyen távolságokban? Én akkor jöttem rá, hogy ez egy nagyon kicsi ország. Furcsa módon. Tehát ugye addig nem nagyon mentem sehova, meg az ember nehezen mozdult. Meg annyira, ahogy eljöttem Zalaegerszegről, az hát ugye annyi év volt benne, és még nagyon sokat tettünk azért, hogy mondjuk ne az legyen, ami most van. És már ugye Egerszegen, tehát semmi rossz értelembe, tehát hogy aki azt szereti, semmi baj nincs azzal, az az ő dolga. Nekem el kellett jönni ennyi. És az én lelkemben az egy ilyen nagy szakadás volt. Aztán igazából bárhol mentem volna, az nekem jól esett. Tehát jól esett teljesen más emberekkel találkozni, akiket addig, most így úgy amúgy persze egy csomót ismertem, mert azért ez a szakma, ez pici. Tehát nem olyan, hát nem vagyunk olyan sokan, meg már azért pár éve én is csinálgatom, úgyhogy már sok mindenkit ismertem, meg mondjuk a Tasnádi Csaba volt ugye az igazgató, és ő vele dolgoztam előtte, tehát úgyis tudtam menni mondjuk Nyíregyházára. Pesten meg aztán ott meg belecsöppentem egy produkcióba teljesen véletlenül. Ott meg
addig számra teljesen ismeretlen emberek is, de közben Tóth József, színész, Nyakó Juli, őket úgy ismertem, és nagyon jó, sose dolgoztam velük. Viszont így tudtam. De közben mit mondjak, Jász Berényi Gábor, aki most a Gábor, ugye teljesen más, hogy budapesti alternatív szcénából jött, és hála Istennek most már le se akar jönni a filmvászorról, tehát hogy sikerült őt, ugye Martfű Irénmel, sikerült így berobbanni neki a köztudatba. Úgyhogy, de Mészáros Mátéval is ott dolgoztam Pesten, tehát különben nem ismerném például a Mátét. És akkor egyszer csak megérkeztetek. Én meg kell, hogy mondjam, ugye a Quintus Konrád idejében történt ez, hogy egy teljes váltás volt mindenféle értelemben és módon, Szurdi Miklós után, és azt vettük észre, hogy rossz ilyet mondani egyébként színházról, hogy megint van kedvünk színházba járni. Mert volt egy időszak, amikor szerintem ilyet jó mondani. Azt rossz mondani, hogy nincs kedvünk. No, és ugye ezt mondtam, tehát az alaegerszegiekkel nekünk óriási szerencsénk van, hiszen beszélgettünk itt már arról, hogy én a Nagy Petit és a Dobri Danit úgy ismertem meg, hogy egy kultúrkorzon játszottak egy zenekarban, aztán itt vagy velünk, nekünk te is, aztán itt jött Bagó Berci, és utána jöttek máshonnét is értelemszerűen, és azt vettük észre, hogy már itt van a Horváth Csaba, Argita Iván, Szikora természetesen, aztán jöttetek ti, jöttek a Cserhalmiék, jöttek a Varga Liliék, Varga Gabi, Kisdia, mindenki. Mikor lett neked ez az otthonod igazából? Mikor érezted úgy, hogy megérkeztem? Hát azt így, az mostanában van. Tehát, hogy most pont tegnap a Kerkai Ritában voltunk, szoktam ebédelni a piacon a hölgyeknél ott fenn az emeleten, és lefele jövet, köszöntem az egyik zöldségesnek, hogy hello, és akkor meg szia, köszönt vissza, és téged már mindenki ismer, mondom, legutóbb mondom, tőle vettem a Lecsó Fesztiválra pont a rengeteg paprikát, meg a paradicsomot, de most hogy mondjam, most tudom, hogy fiatalok ne figyeljenek, tehát megvannak a helyeim, tehát ahol mondjuk egy színésznek általában a legtöbb ismerőse egy városba, ahol oda kerül, az valószínűleg vendéglátós, tehát és furcsa volt, most nem csak azért, mert az ember jár ilyen helyekre, azért is, de valószínűleg az életforma miatt is. Én azért gondolom, hogy otthon vagy, hiszen nem régiben, tehát augusztusban a Nemzetközi Néptánc Fesztiválon is, és már nem először is találkoztunk, az éjszakai koncerteken, illetve azokon a fantasztikus előadásokon, amit a vendégeink csinálnak, és ott is otthon voltál. Képzeld el, az nekem nagyon, hál' Istennek, hogy mondtad, mert most így akkor nem maradtak ki a srácok meg a lányok. Én nagyon szeretem őket, tehát ez megint egy olyan... Én nem tudom, hogy ez miért van ez a néptáncos közeg, hogy ez a folk közeg, legyenek zenészek, táncosok. Tehát mindig valahogy összekeveredek velük. Zalaegerszegen is így volt ott a Zalai Tánc Együttes, ami egy hasonló kvalitású, mint itt a Zalba régia. Tehát ővelük is nagyon jó. Tehát, hogy és furcsa módon emiatt nekem vannak ismerőseim ebbe, akik aztán nagyon nagy befutott nevek lettek, mondjuk a Fitos Dezső például. Hogy őket én nagyon fiatal koromból ismerem, őket Tegerszegről. Itt meg ugye a Gál Gergő miatt, aki nálunk volt táncos, de ő közben az Albánban is. És én szeretem azt a muzsikát, mert az jó. Fontos, tehát itt most előadásokról pontosan azért nem beszélünk, hiszen meg annyi fantasztikus szereped volt, úgyhogy nem érnénk a végére soha. De mennyire fontos neked a barátság? Hiszen én azt ugye beszéltünk itt arról, hogy Kerkai Rita kiállításán játszottál, ott voltál, barátság fűz hozzá, Varga Lilihez nem különben, és nyilván még vannak jó néhányan. Az már egy igazi színház, ahol olyan barátságok szövődnek, ami nem csak a külsődleges jegyekben nyilvánul meg, hanem tényleg olyan bensőséges, mint a tiétek? Igen. Tehát most egy a társadalom belül nagyon sok emberrel, legtöbb mindenkivel jóban vagyok, sőt, nincs is olyan, akivel rosszban vagyok. Meg én akkor ott nem tudok, én nem tudok létezni. Tehát az, ahol engem nem szeretnek, az onnan én elmegyek. Tehát az
mert az nem jó, itt ilyen nincs. De most ehhez képest azért mondjuk már én sem vagyok mondjuk 20 éves, sajnos, de hogy ugye az ember ilyenkor, tehát azért már egykezesre szűkülnek az olyan közeli barátok. Furcsa módon itt nekem lett, tehát hogy megmaradnak a régiek is, vagy megvannak, hála Istennek, még Megerszegről is, de hogy itt lett a Brita, ahogy mondtad, a Lili, Dezsi Ancsival, Cserhalmi Gyurival, Gáspár Sanyival, tehát hogy ő velük, Dezsi Ancsival főleg, ővelek volt kapcsolat régebbről is, meg mondjuk dolgoztunk is együtt a Sanyival is, de furcsa módon itt ők olyanok lettek, hogy Cserhalmi Gyuri, a Sanyi, meg a Dezsi Ancsi. Én nem tudom, hogy csinálják, ezt valahogy még próbálom ellesni, hogy ők nem öregszenek igazából, hogy olyan, mint a bátyáim lennének, ott mind a hárman olyan korúak, hogy az apám lehetne mind a három igazából. De ők a bátyáim, a Brita, meg a Lili, tehát ők meg megint egy jóval fiatalabbak. És ők meg megint, tehát mint a testvéreim, tehát hogy nem tudok így, és ők nagyon közel állnak. Tehát hogy ez nem mindig kell, hogy így legyen egyébként, és ez az életnek, vagy a sorsnak, vagy a Jóistennek, ki mibe hisz, az egy nagy ajándéka itt. Ettől tud aztán, csak mondom, tehát az alegerszegi tapasztalat és ilyen félelmek vannak, most nem pont itt, meg nem kell belegondolni ebbe, amit mondok, csak az ember, hogyha jól érzi magát, akkor mindig azon kezd el gondolkodni, hogy mi lesz, ha ez nem lesz. Tehát, hogy ennek a félelme néha azért van, hogy tehát így mondjuk, hogyha menni kell, vagy valami, akkor ez már megint egy nagyon fájdalmas dolog lesz. No, elkezdődött az évad, egy olyan évad vár rád megint csak sok-sok munkával, hála Istennek teszem hozzá. Mikor tudsz ilyenkor Csáfoldra elmenni egy kicsit a szőlőbe, gyümölcsösbe? Hát, akkor van időm, de most már nem annyira kell, mert ilyenkor már a szület meg volt. Meg volt a szület. Igen. Úgyhogy mindig ilyen bámulva nézik, hogy bírod csinálni. Mondom, gyerekek, azért nem egy olyan nagy furcsa módon, mert az ember azt hiszi, mert hogy persze, akinek mondjuk itt is van, és ki tud menni hétvégén, szóval hozzáteszem, hiába mondja, hogy mennyit kell dolgozni, nem azért megy ki, na. Tehát az azért megy ki, mert ki tud megtehetni. Ha én megtehetném, én minden nap ott lennék, és ott laknék, ahogy egyébként Egerszegen, ott is laktam az utolsó két évenben már. Tehát nem benzala Egerszegen. Az igazából nagy munka, ugye tavasszal van a meccés, meg ősszel a szület, ami meg egy ünnepi rész, a többi az meg nyáron van. Na most én akkor vagyok szabadságon. Tehát. No, tehát mivel búcsúzunk? Egy dallal búcsúzunk. Jó, még egy dalt kell játszani. Egy olyan dalt játsz nekünk, ami abszolút a kaméra jellemző. Ami egy kicsit elvész bennünket, hiszen még nagyon sok mindenről beszélhettünk volna, hiszen a szerepvállalásod a Pelikán Galériában is az egy csoda, de én azt gondolom, hogy azt már idejében megismertettük a nézőkkel, úgyhogy most egy dalt várunk tőled. Itt gondolkodnom kell, bocsánat. Dalt. Ez a baj, hogy ilyenkor... Még a dal az csak eszembe jutott, de a szöveg nem szokott. Nem baj. Viszont ezt nem biztos, hogy annyira nincs, mert nem tudom, ismerik-e. Azt mondja. Ezt nem lehet. Jaj! Ezt eljátszom, talán nem fog beperelni minket az örökös. Ezt nem tudom, hogy talán nem lett lejátszva, ugye a kiállítás megnyitón, vagy ott játszottam, de mindegy. Ez ugye egy Vörös Sándor Szong című szövegére készült, ami a Cserhalmi Gyuri osztályának a Vörös Sándor Egyed Attila által készített Vörös Sándor Tapéta és Árnyék című, nem, Itt ülünk, amik körbefutunk című, bocsánat, Vörös Sanyi bácsi vizsgájára. Ott nem én énekeltem, hál' Istennek. Azt mondja, hogy... Napsugár, szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sásárnya táncol, mint a láng, s az út felől
tekint a kék szír munkatánk. Levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és köszönjük, hogy vagytok nekünk, zalaegerszegiek és máshonnét érkezettek, hiszen ti már székesfehérváriak vagytok. Köszönjük szépen. Székesfehérváriak nevében, akikkel egy helyre járunk. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm, viszont. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kricsár Kamil volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra.